megújult a Bárkaszobor, helyi cégek és civil szervezetek fogtak össze. Lakópark épülne a Bezenyei TS területén, népszavazás dönthet a beruházásról. Lélektánc, koncerttel köszöntötték a flashmob résztvevőit. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Réger Tibor alkotása a régi Vámház téren található Bárkaszobor nemrégiben megújult, helyi cégek és civil szervezetek összefogásának köszönhetően. A felújítás során a szobrot lemosták, valamint védőréteggel is bevonták, de kisebb javításokat is végeztek, többi között pótolták az egyik alak letört orrát is. Szakemberek vágták ki a régi fenyőfákat még 2014 nyarán a régi Vámház téren, amikor is megkezdődtek a kórház mellett található elhanyagolt park rész megújításának munkálatai. Az új koncepciónak köszönhetően aztán megnyílt a tér a városlakók előtt, azonban az itt található Bárkaszobor megmaradt az évek alatt leromlott állapotában. Ez pedig már egy friss kép Réger Tibor alkotásáról. A nemrégiben letakarított Bárkaszobor ismét régi állapotában áll a régi Vámház téren. A Bárkaszobrot az 1990-es évek elején készítette a szobrászművész, a dunai hajósok és a német telepesek bejövetelének emléket állítva. A mészkőből faragott szobor öt alakot ábrázol, a bronz vitorlán pedig az új hazát szimbolizáló galamb látható. A régi Vámháztér felújítását is már a Dzsungelország Kft. Végezte, a cég pedig a Bárkaszobor megújulását is jelentős összeggel támogatta. Tavalyi évben megkeresett engem Moldoványi Géza bácsi, hogy eléggé elhangolt állapotban van a szobor, és gondolta arra, hogy ezt jó lenne felújítani. Én akkor is már azt mondtam, hogy állok a rendelkezésre, de akkor nem volt kellő erő ahhoz, hogy ezt a pénzt összegyűjtsék. Az idei évben azonban már én kerestem a Városvédő Egyesületet, hogy ha költségek 50%-a összejön egyéb forrásból, akkor én a másik 50%-át hozzátenném, és így azért úgy gondolom, hogy egy kellő rugót adtunk ahhoz, hogy sikerüljön, így sikerült is. A Széchenyi Polgári Kör mellett a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület is az első szóra támogatta a szobor felújítását, akiknek aztán koordinálása mellett megvalósulhattak a munkálatok is. A kezdeményezés mellé állt még az ipartestület, a MOFFÉM és a KÜNE is, így aztán sikerült megkezdeni a munkálatokat. Így történt, hogy augusztus elején Fáskerti István szobrászművés és társai jöttek, és két és fél nap alatt rendbe tették ezt a szobrot, és most hát nagyon szép, szinte felújulva, Régele Tibor is megnézte, és elégedettségét fejezte ki, hogy ennek a szobornak a rendbetétele sikerül. A munkálatok során lemosták a szobrot, védőréteggel is bevonták azt, valamint kisebb korrekciós munkákat is elvégeztek rajta. Unger Andrástól megtudtuk, ez az összefogás arra ösztönözte a Városvédő Egyesületet, hogy a jövőben hasonló kezdeményezésekbe kezdjenek majd. Amire gondolunk, és Fáskerti úrtól már kértünk is rá árajánlatot, a közelben van a templom mögött a város királyi városán nyilvánításának a szobra az 1300-as évek elejéről. Nagyon rossz állapotban van ez a szobor is. Úgy gondoljuk, hogy a jövő évi adománygyűjtő célunk azt fogja segíteni, illetve célozni, hogy ezt a szobrot is tegyük rendbe. A régi Vámház tér már a 2014-es felújítás óta várja megpihenni vágyókat a város közepén, a rendezett parkosított környezetben pedig Réger Tibor alkotása, a Bárkaszobor is megfelelő állapotban áll már a park közepén. 100 telkes lakóparkot alakítanának ki a Bezenyei Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet területén. Júliusban döntött erről a képviselőtestület, melyet 4-3 arányban szavaztak meg a képviselők. A lakók egy része ellenzi a beruházást, ahogy a polgármester is nemmel szavazott a kérdésben. A lakóparkot támogató képviselők szerint azonban szükség van a fiatalításra. Régi romos épület részek sorompó a bejáratnál. Bezenye határában található ez a terület, ahová a jövőben lakóparkot építenének. Július végén 4 igennel és 3 nemmel szavazta meg a település képviselőtestülete, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezet helyén több mint 100 lakótelket alakítsanak ki.
Erről közmeghallgatást is tartottak szeptember közepén. Ott meghallgatták igazából az emberek véleményét. A legtöbb embernek nem tetszik ez, hogy lakóparkot szeretnének építeni. Márkus Erika polgármester sem támogatja az építkezést. Mindenki tudja, hogy ezek a nagy lakóparkok, ahogy a szomszédos faluban is látszik, többségében szlovák állampolgárok vásárolják meg, ebben az esetben pedig a nemzetiségi arány nagy mértékben felborulhatna. A polgármester szerint az infrastruktúra sem megfelelő egy ekkora volumenű építkezéshez. Gyakorlatilag egy több mint 100 telkes építkezéssel kapcsolatban ott minimum 200 autóra lehet számítani, és azért a jelenleg Adi utca, ugye Hegyesi utca néven ismert részen reggelente, illetve délutánonként jelentős forgalomtöbletre lehetne számítani, amit az a jelenleg sem túl jó út nem biztos, hogy el fog bírni. A helyieknek megoszlik a véleménye. A híradónknak nyilatkozó lakók nem akarnak lakóparkot. Én úgy gondolom, hogy nincs szükség rá. Itt van elég olyan lakás, ami eladó, és olyan telek, ami használható. Nyilván azért költöztünk vidékre, hogy minél kevesebben legyenek, átláthatóbb legyen a falu, úgyhogy én annyira nem örülök neki, megmondom őszintén. Sodródunk az árral. A lakóparkot megszavazó képviselők szerint előregedőben van a bezenyei lakosság, kevés a gyerek, az új házak pedig szerintük ide vonzanák a fiatalokat. Én igennel szavaztam arra, hogy legyen. Én egy vállalkozó típusú ember vagyok. Én úgy gondolom, hogy Bezenyének nem árt, hogyha van egy szép része, és mivel a falu eléggé öreg, elhanyagolt, elmaradott, persze vannak kivételes helyek, úgy gondoltam, hogy csuda, klassz dolog lenne, hogyha lenne egy igazán új, friss építési területe. Többen a nemzetiségi egyensúly felborulása miatt kifogásolják a lakópark építését. Szakos Géza azonban azt mondta, nincs 200 a regisztrált horvát kisebbségi létszám, a faluban pedig körülbelül 1500-an laknak. Ennél rosszabb a helyzet, mert a szlovákok aránya több mint 30% a faluba. Zárójelbe szeretnék annyit tenni, hogy a faluból eltávozottak jellemzően szlovák embereknek adták el a házukat. Nem hiszem, hogy az izgatta őket, hogy a horvát kisebbségi arány az milyen irányba fog eltolódni. A beruházást kezdeményező cég ügyvezetője nem akart nyilatkozni, azonban azt írta, a területen kizárólag családi házakat építenének, társasházakat és ikerházakat nem. A beruházó 6 hónap elővásárlási időszakot is biztosítana a bezenyeieknek és leszármazottaiknak, valamint a falusi csokot is igénybe lehetne majd venni. Jelenleg a település rendezési terv módosításának előkészítése zajlik, és bár a képviselőtestület megszavazta a lakópark építését, helyi népszavazás dönthet a beruházásról. Míg a tavasszal készültek a város tánc csoportjainak tanárai egy különleges videóklippel, augusztus 20-án pedig hosszú szünet után a táncosok is színpadra léphettek a flashmob keretében. Ezúttal őket köszöntötték, majd pedig Várai László adott koncertet a Flash Központban. A szenior örömtáncosok, a Flex Dance tánc csoport, az OK Dance, a Haller Sport és Majorette Egyesület, az Enler tánc csoport, a Hedonist Crew, a Royal Colibri TSE, valamint a Reisinger Rubina léptek színpadra a Szent István napon a Flashmob keretében még augusztus 20-án. Akkor a Lélek című közös táncprodukciót mutatták be a csoportok, aminek ezúttal az önkifejezés volt a legfőbb feladata. Az eredeti elképzelés nem a lélek és a koronavírus téma lett volna, hanem egy teljesen más téma, de voltak a lezárások, majd jött ez az aktuális téma, és úgy gondoltuk, hogy ezt kéne feldolgoznunk bennünk is, úgy, hogy hónapokig nem táncolhattunk, és el voltunk zárva táncosainktól, gyűltek érzések és gondolatok, és ez egy tökéletes alkalom volt, hogy kifejezzük önmagunkat is, mindaz, ami bennünk volt, és így született meg a Lélek című táncprodukció, ahol igazából ezt a koronavírus, a karantént, ezt a távolságtartást, és azt, hogy újra együtt vagyunk, ezt valahogy így táncformájába vissza
tudtuk adni. A közös koreográfia kialakításánál nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a különböző tánc egyesületek és stílusok megmutatkozhassanak külön-külön is a színpadon. A flashmobban résztvevő táncosokat kedd délután a Flash központban köszöntötték, ahol közösen nézték meg a Szent István napi fellépést, majd egy emléklapot is átvehettek a résztvevő tánccsoportok. A táncosoknak pedig egy koncerttel is készültek, Várai László zenélt a Flash központban. Elhamarkodott sorokkal, tökéletes borokkal, kutatom a halál előtti életet. Bajos lett túl keresztel, jobb egyenes foroggal, figyelem a tengeren pering sodródó népeket. Az intim hangulatú koncerten Berei László mellett Alasztics Balázs és Valastyán Tamás működtek közre. A zenész nagy hangsúlyt fektett dalszövegeire, amik irodalmi válogatásba is bekerülnek. Ezúttal az Acoustic Stand-up című műsorát mutatta be. Ez egy indie rock bluegrass műsor zenei részben. A stand-up igazából azért ragadt rá, mert ugye az összekötő szövegek, mivel a dalaim azok megélt történetekből íródtak, és olyan csibészségekről szólnak, amik megtörténtek így az életbe. Ezeket valahogy ugye én összekötöm, felvezettem, és ez eleve már egy olyan elem a műsornak, ami egyébként mindegyik koncertnek, minden más egyéb koncertnek is a szerves része, de az én verziómban és az én előadásomban ez egy elég intim zenei környezet. A tavaszi időszakban több új dalt is készített Várai László, 2021-ben új szólólemezzel jelentkezik, valamint kiadják gyermek együttesének, a Belvárosi Betyároknak a harmadik nagylemezét is. A remények szerint pedig turné keretében a jövő évben kisebbeknek és nagyobbaknak is bemutathatja új szerzeményeit Várai László. Kábítószert, nagy mennyiségű készpénzt, valamint fegyvereket találtak a megyei rendőrfőkapitányság mosonmagyaróvári felderítői és a Szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség pozsonyi részlege a közös akció során. Az összehangolt akció 4 hónapos közös előkészítő munka eredményeként valósult meg, aminek köszönhetően 3 férfit fogtak el és 8 helyszínen tartottak kutatást. A bűnözői csoport feltételezett vezetője ellen a mosonmagyaróvári rendőrkapitányság kábítószer kereskedelem büntette miatt még 2019. augusztusában indított eljárást, mivel a felmerült információk szerint a férfi a szervezet működését rajkai tartózkodási helyéről irányította. A bűnszervezet tagjai Pozsonyban és környékén kerültek rendőrkézre. A rendőrök a csoport feltételezett vezetőjének rajkai lakcímén, csaknem 100, vélhetően bűncselekményből származó több millió forint értékű, ismeretlen eredetű tárgyat találtak, és vagyonvisszaszerzés keretén belül készpénzt, valamint elektronikai eszközöket foglaltak le. A bűnszervezet tagjait a szlovák hatóságok őrizetbe vették, a büntetőeljárást pedig további együttműködés keretében folytatják a magyar hatósággal. Néhány mondatban a hétvége időjárásáról. Szombaton a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként zavarhatják meg kisebb felhők. Napközben számottevő csapadékra nem kell számítani. Estétől aztán egy hideg front éri el hazánkat, egyre több felé várható záporzivatar. Napközben 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap elvonul térségünk felől a hideg front, ismét kisüt a nap. Élénk helyenként erős lesz a légmozgás. Csökken a hőmérséklet, 22 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Mai hírhátterünk vendége Varga Bence, a Mosonyi Mihály Zeneiskola igazgatója, akivel Horváth Meggyesi Kata beszélget. Ezután a Gázfröccs című magazin műsor következik. Hétvégén az Idősek világnapi műsort nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb hétfőn 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Kollégáim nevében is kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra!